erősítik a víziturizmust, réfázat újítottak fel és kenukat vásároltak Panyolán. Ellenőrzés, szilveszterig vizsgálja a Nébih a karácsonyi termékeket. Kölcsei képregényben különleges módon örökítették meg a himnusz költőjét. A víziturizmus fellendítését megcélozva valósítottak meg turisztikai fejlesztéseket Panyolán. Az önkormányzat a terület és település fejlesztési operatív programban elnyert támogatásból 2 épületet, egy pihenőházat és egy révházat is felújított. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Annak érdekében, hogy a turisták számára megfelelő szolgáltatást nyújtsanak, kajakokat, kenukat és mentőmellényeket is beszereztek. A top turisztikai pályázat keretében nem csak Panyolán, hanem a Szatmár-Beregi térség több településén valósítottak meg olyan fejlesztéseket, amelyek élénkítik az idegenforgalmat. November közepén érkeztek meg ezek a vadonatúj kajakok és kenuk Panyolára. Az eszközöket bárki bérbe veheti a jövőben az önkormányzattól, és szabadon használhatja azokat a településhez közeli folyókon, a Szamoson, a Tiszán és a Túron. A víziturizmus élénkítését célozza meg ezzel a településvezetés. A beszerzés a top turisztikai pályázatának köszönhetően valósulhatott meg. Egyszerre 40 ember tud vízre szállni, akár Panyolán, akár mondjuk itt a közeli folyókon, a Szamoson, a Túron, vagy éppen a Tiszán, a Felső Tiszán. Úgy gondoltuk, hogy ez a beruházás elősegíti a itt élőknek az életét, és a turisztikai szempontból ide látogató vendégeinket kényeztetjük majd ezekkel az eszközökkel. Nem csak eszközbeszerzés valósult meg Panyolán a turisztikai program keretében, több épület is korszerűbbé vált, ennek köszönhetően komfortosabb körülmények között pihenhetnek az átutazó turisták. Egy pihenőház felújítást is véghez vittünk, illetve a révházunkat is fel tudtuk újítani, hiszen a Szamoson volt valamikor egy szamosi rév átjáró, és annak a révésznek volt egy építménye. Ezt felújítottuk, illetve a Szamosnál pont ott a révház alatt található az a csónak leeresztő kis műtárgy, amely egy úszósziget kikötve a parthoz, és onnan könnyebb a kenukat a vízre bocsájtani. A top turisztikai pályázat keretében nem csak Panyolán, hanem a Szatmár-Beregi térség több településén megvalósítottak olyan fejlesztéseket, amely élénkíti az idegenforgalmat. Hétfőn kezdtük és ma is folytatjuk az év fontos eseményeit felelevenítő sorozatunkat. Most márciust vesszük szemügyre. Ebben a hónapban újult meg a tüdőszűrő Nyíregyházán, és adták át Apagyon a motoros emlékművet. Egy évvel az orosz-ukrán háború kitörése után már alig jöttek menekültek a barabási határállomáson át. A helyi segítségpont is kiürült. Jöttek viszont fiatal férfiak a zöld határon keresztül, akik a sorozás és a katonai szolgálat elől menekülnek. Nagyon kevesen jönnek, tehát maga a segítségponton nagyon kevés ember jön be, ugye menekültek jönnek, nagyon sok csonka, tehát olyan család van, ahol a nők, gyerekek még kint Ukrajnában vannak, illetve a férfiak azok itt a környéken vannak elszállásolva, hozzájuk jönnek folyamatosan a családtagok. De igazán menekültek most a zöld határt, inkább a zöld határon jönnek folyamatosan emberek, szinte minden nap van begyűjtés, tehát a zöld határól fiatal férfiak, akik nem szeretnének háborúba menni, ugye kint folyamatosan megy a toborzás, és azt látjuk, hogy többen átjönnek. Magyarország továbbra is békepárti, erről beszélt televíziónak a kormányszóvivő Tisza Magyaróson. Szentkirályi Alexandra elmondta, a kormány mindent elkövet annak érdekében, hogy Magyarország ne sodródjon bele az orosz-ukrán háborúba. Az államvezetésnek kiemelt célja az is, hogy az év végére egy számjegyűre csökkentse az infláció mértékét, és hosszabb távon is fenntartsa a rezsicsökkentő intézkedéseket. Nem szeretnénk semmilyen módon belesodródni egy háborúba, ami azért is látjuk, hogy egy nagy veszélyt jelent ránk, mert egyre inkább felerősödik a nyomás az Európai Unió felől. Emlékezzünk vissza, hogy az elején arról beszéltek az Európai Uniós országok, hogy csak olyan eszközöket küldenek Ukrajnának, amely nem alkalmas az élet kioltására, a németek sisakot küldtek, most pedig már ott tartunk, hogy Leopard tankokat küldenének pont ugyanezek a németek a frontokra.
A TBC nem ismer határokat című pályázat keretein belül modern eszközökkel gazdagodott a nyíregyházi tüdőgondozó. A mintegy 180 millió forintos beruházás célja a gyermekkori TBC-s megbetegedések diagnosztikájának fejlesztése és a betegségek korai felismerése. A fejlesztés által tovább csökkenthető a magyar-ukrán határon felmerülő fertőzési források száma is. A tüdőszűrés az jellemzően a panaszmentes pácienseknek ajánlott. Az azt jelenti, hogy Magyarországon a 40 év fölöttieknek ingyenes, OEP által finanszírozott, évente egyszer ajánlott szűrővizsgálat, bárki igénybe veheti a szokásos azonosítók mellett, tehát nem szükséges beutaló. 40 év alattiaknál azoknak csináljuk, akiknek munkaalkalmassághoz szükséges, ezek nyilván fizetős vizsgálatok, hiszen ezek más kategóriába tartoznak, mint a ajánlott szűrővizsgálatok, és a szűrővizsgálatok kapcsán talált eltérésekkel kerül tovább kivizsgálásra a páciens. Azoknak, akiknek panasza van, azoknak nem a szűrés, hanem a vizsgálat javasolt, amit viszont a tüdőgondozói vizsgálatot beutalóval lehet igénybe venni 2006 óta. Ez a beutaló akár házi orvostól, akár más szakorvostól keletkezhet. Idén Kemecsén ünnepelte az 1848-49-es forradalmi szabadságharc évfordulóját a vármegyei önkormányzat. A rendezvényen jelen volt Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter is. A politikus azt mondta, 175 évvel ezelőtt magasra tették elődeink a mércét. Nekünk nem kellett akkora áldozatot vállalni, és miközben ez persze szerencse, hiszen meg tudtuk óvni saját magunk és szeretteink életét, de felvetődik a kérdés, hogy a mai nemzedék tudna-e vállalni akkora áldozatot, mint amit 1848-49 nemzedéke vállalt. Azok az értékek, a szabadság, a demokrácia, a függetlenség jelentenek-e még olyan hívószót az országban, vagy akár itt Kemecsén is, hogy nemzeti hősök tömegei jelentkezzenek, áldozzák fel életüket, áldozzák fel biztonságukat, és akár a túlerővel szemben is harcba szállva őrizzék meg, vagy próbálják megőrizni függetlenségünket. Új, fedett piacon értékesíthetik termékeiket a helyi és a térségbeli árusok leveleken. A 600 négyzetméteres, 64 árusító helyen rendelkező létesítményt az önkormányzat Európai Uniós forrásból valósította meg. Én úgy gondolom, hogy egy igen jelentős infrastrukturális fejlesztés ez leveleken. 2021-ben pályázott önkormányzatunk erre a projektre, és a vidékfejlesztési programban kapott támogatást a piacnak a fejlesztésére, és ennek keretében 85 millió forintból épült meg 600 négyzetméteren a fedett piaccsarnok, és 64 árusító asztal került beszerzésre, és a piac közterületi bútorokkal, padokkal, hulladéktárolókkal, illetve kerékpártárolókkal is bővült. Március végén asztali tenisztermet adtak át Apagyon. A szabadidősportot szolgáló létesítményben két asztalon üthetik a labdát az amatőr pingpongozók. A termet a sportágat Apagyon évtizedekig szolgáló 2021-ben elhunyt Oszlánszky Lászlóról nevezték el. Évtizedes történet és egy olyan emberhez köthető, akire mai nap emlékszünk. Mai napig a kezdeti nehézség ellenére NB1-es csapata van a településnek, ami egy ilyen kis település életében egy óriási dolog, hiszen a megyét egyedül képviseljük ebben az osztályban, de hasonló nagyságrendű település úgy gondolom, hogy országos szinten sincs. Ez egy nagyon jó közösséget teremtett évtizedek alatt. Mai napig vannak csapataink, alsóbb osztályban is, úgyhogy mindenféleképpen egy közösségépítő dolog lett belőle. A szabados kupák, a nemzetközi versenyek és a hazai tornák megszervezésével a névadó rengeteget tett azért, hogy Apagy neve országos ismertségre tegyen szert a sportágban. Több mint 1000 álláskeresőnek segített a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat és kormányhivatal közös foglalkoztatási paktum programja. 2,5 milliárd forintból tudták támogatni a munkaerőpiacot. A program eredményeiről Sesták Oszkár, a vármegyei önkormányzat elnöke nyilatkozott.
A foglalkoztatási és egyben gazdaságfejlesztési célú projekt a Széchenyi 2020 program keretében Európai Uniós támogatással sikeresen valósult meg. A visszanemtérítendő támogatás összege 2,652 milliárd forint volt. A projekt eredményeként 1855 fő vett részt munkaerőpiaci programokban, 1042 fő jutott álláshoz, 319 fő támogatás után 6 hónappal is állással rendelkezik. Egy új területe volt ez a megyei, illetve vármegyei önkormányzatnak, hiszen korábban a TOP programokban elsősorban önkormányzatok voltak a partnereink, és közvetett módon folyt gazdaságfejlesztő tevékenység. Azzal, hogy bölcsődei fejlesztések történtek, így korábban vissza tudtak menni a munkavállalók a munkaerőpiacra. Itt viszont közvetlen kapcsolatunk volt a foglalkoztatókkal, a gazdaság szereplőivel. Én azt gondolom, hogy ezt a kihívást sikerült megoldani a Pakton Irodó munkatársainak, a kormányhivatal foglalkoztatási osztályának a segítségével, illetve az iránytócsoport és a Pakton szervezet közreműködésével olyan megoldásokat sikerült találni, amelynek eredményeképpen az indikátoraink jók lettek, több mint 200%-ban teljesültek. Kiemelném azt az indikátorszámot, ami a 6 hónap után is foglalkoztatásban maradottak számát jelenti, ez több mint duplája a vállalatnak, és hozzájárultunk ilyen módon a foglalkoztatási helyzet javításához. Azt nem mondanám, hogy ennek eredményeképpen van munkaerő hiány sok területén a vármegyének területén, illetve foglalkoztatási ágazatonként, de nyilván ebbe a gazdaságfejlesztési tevékenység, a kormány gazdaságpolitikája is benne van, de mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy a munkanélküliség csökkenjen, jelentős mértékben csökkenjen. A 3 éves projekt lehetővé tette, hogy a vármegye közigazgatási, oktatási, érdekképviseleti és gazdasági szereplői között valós együttműködésen alapuló partnerség alakuljon ki. A 35 tagból álló Pakton szervezet naprakész információkkal rendelkezzen a munkaerő kereslet és kínálat szempontjából. A munkáltatók bértámogatásban, bérköltségtámogatásban és munkatapasztalatszerzést segítő bérköltségtámogatásban részesültek a projekt időtartalma alatt. Szilveszterig tart a Nébik országos téli szezonális ellenőrzése, melyben a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok és a Nébik szakemberei egyaránt közreműködnek. Elsősorban a szezonális, a karácsonyhoz kapcsolódó termékeket vizsgálják, de figyelnek a kisállat eledelekre is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a vármegyei kormányhivatalok immár másfél évtizede folytatják le hagyomány szerint az évvégi szezonális ellenőrzéseket, melyek fókuszában idén az élőhal és édesipari termékek álltak. Ilyenkor a hármas ünnep, a Mikulás, a karácsony és a szilveszter rengeteg olyan terméket hoz, ami tömegével kerül az áruházakba és tömegével kerül a fogyasztókhoz, és itt valamennyinél különböző kockázati tényezőkkel kell számolnunk. Mindjárt az elején az édességek, a különböző csokoládéfigurák, szaloncukornak is mindnek megvan a maga jellegzetessége, és erre szeretnénk felhívni ezzel az akcióval egyrészt a lakosság figyelmét, másrészt pedig kiszűrni a tisztességtelen módon élelmiszerbiztonsági, minőségi problémával üzemelő vállalkozásokat. Pleva György hangsúlyozta, a szakemberek 2023. december 4-e és 31-e között vizsgálták az adventi vásárokra kitelepült vendéglátóhelyek működését és a különböző alkoholos termékeket is, valamint külön figyelmet szenteltek a kisállat eledeleknek is. A teljes vertikumot ellenőrizzük, ugye az előállítóknál is sem mindegy, hogy milyen biztonsági, önellenőrzési intézkedéseket, szabályrendszert találunk, ahol a fogyasztóhoz kerül a termék, a kereskedelemben szintén elő szokott fordulni, ugye a túlvállalás miatt akár hát télen is nyugodtan elképzelhető mondjuk a hűtési láncnak a nem betartása, tehát hogyha az áruházakban is látjuk, hogy a kitárolásnál, az akcióváltásoknál például ott kint tárolják órákig a hűtendő élelmiszereket, tehát azért könnyen előfordulhatnak itt is ilyen
szabálytalanságok. A szakember úgy véli, az esetleges rossz minőségű vagy lejárt szavatosságú termékek vásárlását úgy tudjuk a leghatékonyabban elkerülni, ha elsősorban legális, ellenőrzött kereskedésekből szerezzük be a szükséges termékeket. Mindenféleképpen legális, bejegyzett, engedélyezett helyen tegyük meg a vásárlásainkat, és ne csábuljunk el esetleg egy-egy jó árajánlat esetén, ne vigyük a családunkat esetleg megbetegedésbe egy olcsó, de kétes helyről származó termékkel. Itt különösen a friss húsok, hal értékesítésnél merülhetnek fel ilyenek, de rendszeresen találunk az ellenőrzések során, különösen az ideiglenes árusító helyeken, piacokon olyan édességtételeket is, konkrétan legtöbbször szaloncukrot, ami már több éve elvesztette a minőségét, és hát bár élelmiszerbiztonsági kockázatot nem biztos, hogy jelent, de azért nagyon nagy meglepetés éri a gyermekeinket a karácsony fa alatt, hogyha egy több éve lejárt rossz minőségű, terpénes illatú, száraz szaloncukrot kapnak a kezükbe. Hozzátette, az élelmiszeriparban, illetve kereskedelemben dolgozók számára különösen fontos, hogy rendelkezzenek a szakmával kapcsolatos ismeretekkel, mivel a Nébih tapasztalatai alapján nagyon sok esetben az élelmiszerbiztonsági előírások hanyagkezelése vezet a fogyasztói panaszokhoz. Képregényben is megörökítették Kölcsey Ferenc életét a Vármegyében. A himnusz költőjének munkásságát rajzolták meg az alkotók. A kétrészes munka 1000 példányban jelent meg, és a megyei könyvtár segítségével kerülhet az olvasók elé. Korhű viseletek, történelmi azonosság és meglepően friss mai színek és képek vannak abban a kétrészes kiadványban, melynek első része Kölcsey születésétől egészen 1823-ig kalauzolja az olvasót. A kiadvány második részében már a himnusz születése bontakozik ki, a műfaj vagy akár a történelem kedvelők örömére. Halmi Zsolt grafikus művész elmondása szerint az elkészült képregény egy jó csapatmunka eredménye. A személyek, akik ugye szerepelnek a képregényben, azok mind ugye élő személy volt, a legtöbbről készült korabeli portré ábrázolás, tehát az alapján meg tudtuk oldani, hogy hogyan nézett ki. Viszont voltak olyan személyek, olyan helyszínek, amiről nem maradt fent semmi, az gyakorlatilag így a fantáziámra kellett bízni, hogy vajon hogy nézhetett ki. Tehát, hogy ugye a korabeli embereknek a viseletét felhasználva, kinézetüket úgymond, ezeket mind-mind próbáltam így összehozni, és akkor ezekből a különböző figurákat, helyszíneket megvalósítani. A képregény az irodalom és a képzőművészet sajátos keveréke. Olyan sűrített művészet, melyről többnyire a most divatos hősök jutnak eszünkbe. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, ő maga is nagy képregényrajongó és örül, hogy Kölcsey öröksége ilyen módon is tovább élhet a köztudatban. Kölcsey valóban megjelenik most képregényes formában is, bár hogyha ugye a képregényekre gondolunk, vagy erre a mai világra, ugye általában akcióhősök azok, akik megjelennek a képregények lapjain, legalábbis ez van a köztudatban. De azért, hogyha a képregényes múltra visszatekintünk, és akkor egy picit beleássuk magunkat, akkor láthatjuk, hogy itt azért valóban születtek olyan képregények, amelyek egyrészt klasszikusokat elevenítettek meg, akár Rejtő Jenő klasszikusokat, vagy akár Verne klasszikusokat, és az is egy olyan formátum volt, amely bizony olvasmányos volt, és úgy gondolom, hogy sokkal közelebb tudta hozni a különböző generációkhoz, mondjuk itt a fiatalabb generációkhoz leginkább, azokat a regényeket, azokat a történéseket, vagy történelmi eseményeket, amelyek úgy gondolom, hogy része kell, hogy legyenek minden ember életének. És egy kicsit ez volt a cél most itt Kölcsey Ferenccel is, hogy úgy szólítsunk meg más generációkat, akik talán kevésbé találkoztak vele, bár itt a himnusz földjén azért reméljük, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy ki Kölcsey Ferenc és milyen életművet hagyott maga után, de szerettük volna megmutatni azt képregényes formátumban, hogy akkor valóban hogyan lehet egy picit másképp láttatni őt, és hogyan lehet egy picit közelebb hozni őt mondjuk a gyerekekhez, vagy a fiatalabb generációhoz, vagy a fiatal felnőttekhez. A képregény alkotói között szerepel még Stojka Viktória, aki a színezési munkálatokban vett részt, Puskás Szabolcs, Kertész Sándor és Isticei Zoltán, mint a képregények szerkesztője. Huszonkét érmet szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei sportolók a Diákolimpia országos döntőjén az elmúlt tanévben. A vármegyeházán megrendezett diáksport gálán átadták a jó tanuló, jó sportoló díjakat, és az érmesek mellett elismerést vehettek át a nyugdíjba vonuló testnevelők is.
Oklevelek, díjak az asztalokon, diákok, testnevelők a Vármegyeháza dísztermében. Az elmúlt néhány évben a Covid miatt nem rendezték meg a Diáksport gálát, ezúttal viszont ismét találkozhattak a sportolók és felkészítő tanáraik, és az eredményekre sem lehetett panasz az elmúlt tanévet illetően. A 2022-23-as diáksportanév rendkívül eredményes volt a vármegyei sportolók szempontjából. Csak az országos döntőkön 8 arany, 7 ezüst és 7 bronzérmet szereztek, nem beszélve az egyéb helyezésekről, indulásokról, illetve a megyei versenyeken elért eredményekről. Ezért nagyon örülünk annak, hogy 4 év kihagyás után ismét sikerül megrendeznünk ezt a gálát. Természetesen nem csak a sportolókat díjazzuk, hanem a mögöttük álló pedagógusokat is, edzőket, illetve azokat az iskolákat, akik biztosítják azokat a kereteket, körülményeket, hogy ők megfelelően fel tudjanak készülni ezekre a versenyekre. Az illusztris helyszín nem véletlen, a vármegye vezetői méltó körülményeket szeretnének biztosítani az évet lezáró rendezvénynek. Kiemelten fontosnak tartjuk, és ezt igazából nem is tehetném meg másképp én sem, én magam sem, de Seszták Oszkár elnök úr is abszolút támogatja a diáksportot, hiszen látjuk azt, hogy mekkora lehetőség és mekkora tehetség rejlik a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei diákokban, és azokban az iskolákban, akik úgymond lényegében kovászaként táptalajt adnak a gyerekeknek arra, hogy kipróbálhassák magukat a különböző sportágakba, és hát természetesen ez egy nagy együttműködés, hiszen itt a szülők, iskolák és a gyerekek együttmunkája, együtt dolgozása és együttműködése az, amelynek eredményeképpen úgy gondolom, hogy a sportban és a diák sportban kiemelten nagyon komoly eredményeket érünk el évről évre, és ezért köszönet minden diák sportban dolgozó felkészítő tanárnak és természetesen mindenkinek, aki segíti a gyerekeknek az előrehaladását, munkáját. A gálán megköszönték nyugdíjba vonuló testnevelők munkáját is. Kovács Tibor több mint 4 évtized alatt számos sikert ért el a Krúdi diákjaival. Először is örülök, hogy ezt a szép kort megértem, és ilyen aktívan. Mindig szívemben viseltem a diáksportot, bárhol is dolgoztam a sportterületén. Még talán nem is negatív irányba, de mindig mondták, hogy tanár úr az iskoláért, a diákokért mindent még azon a szinten felül is megtett talán. A sport az a diákoknak a mindene. Én azt gondolom, hogy aki a sportot, a mozgást szereti, az egy olyan plusz élményt kap az életében a tanulás mellett, ami leírhatatlan, és örök életében emlékezni fognak azokra az emlékekre, azokra a sporteseményekre, amiket közösen átéltünk diákolimpiai rendezvényeken. A Kisvárdáról érkezett Borbély Gábor tanítványai a tornában értek el szép sikereket. Mi a torna sportágban vagyunk érdekeltek legfőképpen, fiú és a lány kategóriában, én a fiúkat viszem, és az országos diákolimpián a csapatom második helyezést ért el, 3.-4. korcsoportban, és egyéniben Takács Norbert lett az első, tehát az országos bajnok. A jövő év januárjában már is jelentős esemény házigazdája lesz Nyíregyháza. A hónap utolsó hétvégén rendezik meg az 5.-6. korcsoportos röplabda diákolimpia országos döntőjét. Önök december 20-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták. Hírműsorra legközelebb majd csütörtökön jelentkezünk. Addig is várja önöket a weboldalunk, ahol a most elhangzott tudósításokat újra megtekinthetik. Hamarosan pedig időjárás jelentéssel folytatjuk. Viszontlátásra! Szerdán éjszaka borult lesz az ég, de csapadék nem várható. A hőmérséklet mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul. Csütörtökön napközben erősen felhős, borult lesz az ég és eső valószínű. A hőmérséklet 5-7 fok között várható. A hét további részében marad a hűvös időjárás, a hétvégén pedig sajnos nem havazásra, hanem esőzésre kell számítani.